Amint azt ti is bizonyára tapasztalhattátok országszerte, ismét leesett egy komolyabb mennyiségű hó az idén, és ezzel bizony nekünk, vályogház tulajdonosoknak igenis foglalkoznunk kell. Nézzük, hogy mik is azok a teendők, amelyeket el kell végeznünk feltétlenül, mit kell megnéznünk a háztetőnkön, és mi az, amit el kell követnünk a kár megelőzéseképpen. Most ahol ereszt csatornáink vannak, ott sok teendőnk nincs, itt szépen elkezd majd olvadni a hó, és hát nagyon nem tudunk vele mit tenni. Ennél az épületnél tetőfólia van a cserép alatt, nem tudom, hogy ezt majd mennyire fogjuk itt látni. Itt igen, itt lehet látni, mert még a sablondeszkák nincsenek föltéve. Itt ugye előfordulhat, hogy a tetőfóliára bizony a hó rárakódik a tetőcserepeken keresztül, és ez nagyon nem tesz jót abban az esetben, hogyha nem ellenlecezéssel lettek ezek a fóliák rögzítve. Ilyenkor érdemes fölmennetek, és ezt a fóliát egy picit megrázni azért, hogy minél lejjebb kerüljön rajta a hó még nem megolvadt állapotban, hanem így hóformájában. Sajnos ennél a csatornánál sincs, ha jól tudom, igen, belevezetve a csatornába, tehát sajnos ezt mi így vásároltuk, hogy így oldották meg. Ez viszont gondot jelent, mert ide a sablondeszkára, ugye rosszabb esetben még, hogyha itt lenne a sablondeszka, akkor erre a deszka részre hullik rá a pórhó, és itt fog elolvadni, vagy ha esetleg magán a fólián olvad el, akkor bizony még a tetőleceket is károsíthatja, illetve szintén itt a sablondeszkánál fog lecsorogni, és azt korhasztani fogja, el fogja áztatni, és az elázott fa, ugye, mint tudjuk, azt megtámadják a kórokozók, így például a gombák, és beleköltöznek a bogarak, és minden egyéb más is elkezd szépen szétbomlani a faanyag. Ugye itt is jól látszik, hogy hát bizony ez nem megfelelő fóliázás, és itt szeretném nektek megmutatni, hogy mi történik a tetőfóliával, még hogyha azt is mondták rá, hogy UV-stabil és jó minőségű. Ugye a szél, ahogy állandóan mozgatja, bizony így szépen hát kikezdi, és ez lesz vele. Na most ez nyilvánvalóan nem jó, hogy itt is láthatok még egy hibát, hogy nem lógatták megfelelően hosszan ki a tetőcserepet a tető szerkezetétől és ettől a fa alá létszezéstől. És itt gyakorlatilag még csak egy tetőcsatorna se nagyon férne el. Tehát itt egyetlen egy dolgot tudtam tenni, az, hogy szépen alá tettem ide ilyen vaslemezeket, és ezekre a vaslemezekre, mint ahogy látjátok, szépen rácsöpög, és így elvezetem az esővizet a faltól, így a fal az már nem fog nedvességet kapni, és nem fog az olvadó hótól elázni. Nos, pontosan ez a probléma a tetőfóliákkal, akkor is, hogyha bele is vezetik a tetőcsatornákba, az esőcsatornákba, hiszen előbb-utóbb, mivel éri a napsugárzás, ezért ez történik velük, ki is fogja utána szépen sodorni belőle a szél is, és egyáltalán semmit nem ér ilyen esetben már a tetőfólia. Annyit érünk el vele, hogy sajnos nem látjuk a tetőcserepeket, hogy hol sérültek, hol ázik be, hol folyik be a nedvesség. Természetesen nem csak a problémák feltárása a célunk, hanem az is, hogy megoldjuk ezeket a problémákat. Későbbiekben, hogyha el fogom készíteni majd a megfelelő csatornázást, és ezt a tetőfóliát is majd a helyére igazítom, akkor megmutatom nektek, hogy milyen lemezt kell alátenni, ahol nem éri a napsugárzás, és erre kell szépen ráfektetni ezt a tetőfóliát, azt pedig a lemezbe levezetni a csatornába, és így meg lehet oldani ezt a problémát nagyon szépen. Nos, itt jól láthatjátok, hogy mi is a lényege annak, hogy túl legyen lógatva a vályogházakon a tetőzet, hiszen ennél a műhelyemnél is itt van az eredménye. Itt talán még annyira nem is, mert itt befújta egy picit a szél, de jöjjek kicsit hátrébb, és akkor jól látszik, hogy mit is szeretnék nektek megmutatni. Tehát itt nem sok teendőm van a hó elseprésével és eltakarításával, hiszen távol maradt a tető miatt, nem tudott odaesni a hó a fal közelébe, és így gyakorlatilag nincs sok teendőm vele. Ha viszont ide hordta volna a havat, és kevésbé nyúlik túl a tető a házon, akkor bizony ezt mindenképpen télen el kell lapátolnunk, el kell söpörnünk. Ott van egy kis teendőm vele, onnan mindenképpen elsöpröm, hogy legalább egy 40-50 cm-re legyen a hó a házfalától, és így ne tudja felszívni majd a házfala. Ugye ez az épület is még előtte van a drénkavicsozásnak, tavasszal ezzel fogok kezdeni, hogy ezeket mind-mind körbe drénezem, pontosan azért, hogyha későbbiekben ilyen csapadékot kap, akkor már ne tudjon a falhoz közel kerülni, illetve ki tudja párologtatni a fal a nedvességet talajszint alatt, és így meg tudom előzni a fal nedvesedését. Itt a front részen bizony van mit tenni, hiszen ugye pont itt van fölnedvesedve a
fal, és bizony itt ide került a hó elég közel a járdán a falazathoz, ezt mindenképpen érdemes elsöpörnötök. Ehhez lehet használni akár cirokseprőt, akár bármilyen eszközt, akár lapátolhattok is. Én ilyen jó erős seprőt használok ehhez, seperétek minél távolabb a háztól. A havazás nagyon jó lehetőséget biztosít arra is, hogy ellenőrizzük azt, hogy hol szökik a házunkból a meleg. Ugye jól látszik itt, hogy itt ezen a tetőrészen bizony megolvadt a hó. Ez annak az eredménye, hogy itt van az én padlás feljárom, ami a kazán fölött található, úgyhogy ennek ez az oka, de a többi helyen nem látni a tetőn ilyesfajta holvadást, ami erre utalna, tehát nagyon jó szügetel a födém. Főleg tetőtereknél lehet észrevenni, hogy bizony itt egyes helyeken megolvad a hó. Ez pontosan arra utal, hogy nem megfelelő a légtömörség ezekben a házakban, vagyis gyorsan kicserélődik a bent lévő levegő mennyiség méghozzá a szigetelésen keresztül, ami nagyon-nagyon kerülendő dolog, hiszen penészedést, rothadást és más egyéb problémákat okoz az építőanyagokban és a szigetelésben. Tehát ha olyan tetőteres házat láttok, ahol bizony ilyen holvadások vannak, akkor azt nagyon-nagyon nem érdemes megvásárolni, hiszen ott gond van a tető szigetelésével. Azok a tetőterek és azok a házak a jók, ahol a tető nem láttok ilyen holvadást, ott tökéletes és jó a szigetelés. Ilyenkor bizony elég szépen felszínre kerülnek a problémák, mint például itt nálam is, ahol jól látszik, hogy a tetőcserép el van mozdulva, és hatalmas jégcsapok formájában itt szivárog a nedvesség, az esővíz, úgyhogy ezt nekem itt orvosolnom kell. Tehát ez fel sem tűnt eddig, hiszen ez szépen lecsöpögött a földre, és nem észleltük, úgyhogy ezt most vettem észre először én is. Ez abszolút elkerült a figyelmemet. Pedig ennek pont ez lett a következménye, hogy ez a szarúfa végig teljesen elkorhadt. Most viszont elég érdekes látvány itt a függönyön, a lógó jégcsapok látványa. Pontosan ide cseperészik szépen le a tetőről a jégcsapokon keresztül az esővíz, illetve a hóolvadék. Nagyobb problémákat okoz viszont a hó súlya, főleg a melléképületeknél, ugye ez is egy, hát korábban disznóként funkcionált, most egy kis raktárnak használom, és jól látszik, hogy bizony itt megvan hullámosodva, megvan süllyedve a tetőzet, és bizony itt azért mindig izgulni kell, hogy ezt az idei havat vajon elbírja-e majd ez a tetőszerkezet, mindjárt megmutatom belülről is, hogy mi a súlyosabb probléma ezzel. Ugye ez a gerenda, ami elrepett, ez akác, és sajnos ugye nincs teljesen ketté törve, de azért látszik, hogy bizony megnyekkent, pontosan ezért van egy hullám a tetőben. Ugye ez az egyik vége, az ott támaszkodik a falon, ugye a fal sem tökéletes sajnos. Úgyhogy én ezt kiprótoltam egy másik akácgerendával. Nagyon lényeges ilyenkor, hogyha ha akácgerendát szeretnétek megtámasztani vagy kiváltani, akkor hasonló anyagot kell hozzá használni, tehát akkor akácot használjatok. Ugye korábban a szőlőnkből tudtam szerezni akácoszlopot, és ez az akácoszlop van szépen betéve mögé, átmenő csavarokkal rögzítve van hozzá, és így gyakorlatilag ki lehetett váltani és át lehetett venni a terhelést a tetőnek a másik oszloppal. Most azért szükséges akáchoz akácot, fenyőhöz fenyőt használni, mert teljesen másként viselkedik a két faanyag. Az akác az egy jóval erősebb, ám sokkal ridegebb, tehát kevésbé hajlékony anyag. Ha emellé fenyő oszlopot tesztek, vagy valamilyen fenyő faanyagot, akkor bizony nagy a veszélye annak, hogy az akác az hamarabb elreccsen, eltörik, mint ahogy a fenyő faanyagunk elkezdene tartani, hiszen az hajlani fog, és nem biztos, hogy ezt a hajlást még kibírja az akác. Most amint látjátok, nagyon ramat állapotban van ez a tetőszerkezet, úgyhogy nagyon remélem, hogy még ezt a telet, ezt az évet kihúzza, utána kijavítom az egészet. Természetesen itt ácsokkal fogunk dolgozni, jól látszik, hogy pár kereszt áthidalást már én is betettem. De amint látjátok, ott fönt sajnos ismét elrecsent egy tetőléc, úgyhogy most teljesen megbillentek a hó súlya alatt a tetőcserepek, és ott biztos vagyok benne, hogy amikor elkezd olvadni, akkor megint rá fog csorogni ide a tetőszerkezetre. Még szerencse, hogy akácból van, mert az akácfahoz nagyon ellenálló, tehát nagyon-nagyon sok nedvességet el tud viselni, míg ha fenyőből lenne, akkor ez nem lenne igaz. Ugye minél több ilyen kereszt összeköttetést, ugye andrást kell a tetőszerkezeteknél alkalmazni. Én bizony majd ide lentebb is teszek, mert ilyenkor elkezdi szépen a tető szétfeszíteni a falakat a tető súlyánál fogva, és akár ki is dőlhetnek ezek a falak, hogyha nem túl jó minőségűek, már vagy nagyon régiek, sérültek, rossz az alapozásuk, úgyhogy
Hát erre is oda kell figyelnünk, úgyhogy nézzetek be a tetőn, nézzetek meg a tetőszerkezetet is, hol vannak szivárgások, esetleg hol vannak elrepett lecek, amit a hó súlya repesztett már meg, és ezeket érdemes javítani, mellé tenni akár egy másik lecet ideglenesen. Hogyha a cserepek megcsúsztak, akkor tegyetek alá műanyaglemezt vagy vaslemezt, és ezzel is lehet megóvni a tetőszerkezetet, illetve a födémzetet a beázásoktól. Ugye még mindig a melléképületünknél maradva, jól látszik, hogy a hó súlya nem csak a tetőt terheli, hanem a tetőn keresztül a falazatot is. Ugye itt is sajnos nőttek a repedések, azért ez egy jelentős súlytöbletet jelent a hó súlya, úgyhogy hát amint látjátok, ugye nem is megfelelő volt a vakolás sem, tehát teljesen szétporlat már a meszes habarcs, és ezt ki lehetne ide nyugodtan szedni, de azért ugye még állja a sarat a vályok tégla, így jól látszik, hogy itt végighúzódik ez a repedés. Az az igazság, hogy meg lehetne még menteni ezt a disznóulat is, de sok értelme már nincs, úgyhogy ezt annyira kis, apró kis helységek vannak benne, apró bejáratokkal, ajtókkal, hogy nincs nagyon értelme, és nagyon-nagyon megsérült már sajnos az alapzat is, ugye jól látszik, hogy elcsúszott itt a terméskő. Így hát úgy döntöttem, hogy ezt a tavasszal szintén elbontom, és a benne lévő faanyagot, illetve benne lévő vályogtéglákat újrahasznosítva építek a helyére egy másik épületet. Nézzük meg itt a ház északi oldalát, és ugye itt jól látszanak azok a repedések, amit korábban mutattam nektek, hogy bizony a cementes vakolat az teljesen összerepedezett már itt az északi oldalon. Ezek a repedések most még jobban megnyíltak, és még láthatóbbá váltak. Igazán még tartanak itt a falon, tehát pont ezért nem is távolítottam el őket az idén, hiszen ez majd tavasszal fogom szintén, és ekkor kezdődik majd a ház komolyabb felújítása. Ugye itt szintén szerencsés a helyzet, mert egy 50-60 cm-es ereszcsepegés van, tehát túl van lógatva a ház síkjától a tetőszerkezet, viszont jól látszik, hogy bizony itt az északi oldalon valószínűleg erről fújhatott a szél, és ide hordta a havat, úgyhogy ezt mindenképpen innen el kell távolítani, úgyhogy hozok is egy seprőt, és elseprem innen. És a másik, amire nagyon ügyeljetek, főleg ezek a legveszélyesebb helyek, hogyha ilyen helyeken megáll a hó, tehát például a lábazaton, és a lábazat mellett, mint itt is, ilyen repedések találhatók, akkor azon szépen beszivárog. Ugye kevésnek tűnik ez a hómennyiség, de hogyha ez beszivárgott és ugye fagy van, akkor bizony itt ezeket a repedéseket tovább repesztheti, illetve azt is eredményezheti, hogy elválik a faltól ez a lábazati rész. Úgyhogy ezt is takarítsátok le a hótól, és nem lesz probléma. Mit tehetünk abban az esetben, hogyha vészhelyzet van, és látjuk, hogy nem fogja elbírni a hó súlyát a tetőnk? Ebben az esetben, hogyha egy viszonylag zárt helyiségről van szó, ugye itt egy ponyvában van például lerekesztve ez a tárolónak használt melléképületünk, akkor megtehetjük azt, hogy fóliával körbevesszük, és begyújtunk valamilyen tüzelőeszközzel, akár egy Siesta KH-val, akár vihetünk villanyradiátorokat, csak ugye ez elég költséges lesz, tehát akár Siesta KH-val, gázzal, vagy akár egy kis KH-t betéve egy ideglenes KH-csővel befűtünk ezekbe az épületekbe, és így megpróbáljuk leolvasztani a hómennyiséget róla, vagy végnyitani a hómennyiséget rajta. Ha olyan épületről van szó, amiről tudjátok, hogy nem fogja elviselni a hósúlyát, és havazás van, akkor ezt már a havazás kezdetekor tegyétek meg, hogy elevene is álljon meg rajta a hó. Sajnos nagyon nehezen indul meg a hóolvadás, hiszen egy nagyon nagy felületről van szó, nagyon-nagyon nagy a hőátadó felület is. Ugye ráadásul a hó az egy viszonylag porózus szerkezetű, tehát még ráadásul hőszigetelőként is működhet akár, tehát nagyon-nagyon nehéz az egész hóvastagságot nekünk átolvasztani így a tetőn keresztül, de mindenképpen ez az egy dolog van szerintem, amit meg tudtok tenni. A másik dolog, hogy egy hosszú eszköz segítségével egyszerűen megpróbáljátok lehúzni a havat a tetőről, és így is meg tudjátok szabadítani a fölösleges plusz súlytól. Nekem például van egy szuper kis eszközöm, amit arra szoktam ősszel használni, hogy a garázs tetejéről szépen lehúzzam a ráesett diót, ugye itt van fölötte a diófa, ez ugye árnyékot ad a lemezgarázsnak, ez egy nagyon jó szolgálatot tesz, de ugye ilyen esetben viszont a hó lehúzására is tökéletesen alkalmas, hát nyilván a lemeztetőről nem szükséges lehúzni a havat, de például a melléképületről, ahol már
problémát okozhat a hó súlya, ott viszont nagyon jó szolgálatot tesz. Úgyhogy javaslom nektek is, hogy egy ilyen 5-6 méter hosszú nyéllel rendelkező eszközt, azt ti is szerezzetek be, vagy alkossatok magatoknak, és ezzel nagyon jó lehet így a havat is, és ha szükséges, akkor a diót is lehúzni a tetőről. Nos, ha nektek is hasonló vákumcsöves napkollektorotok van, akkor bizony nagyon-nagyon ügyelni kell ezeknél a típusoknál, főleg, hogyha alattuk hőtükör van, ugye, mint itt is, akkor amikor ráesik a hó, megolvad és visszafagy, akkor bizony akár e között a lemez és a csövek között, vagy akár a két cső között, amikor visszafagy a folyadék, a víz, akkor bizony elrepesztheti ezeket a csöveket. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy ezeket a napkollektorokat vagy egy ponyva segítségével le kell takarni, vagy hogy ha elmulasztottátok, mint ahogy most én is, akkor bizony le kell takarítani róla a havat, hogyha óvodásnak indul, akkor nehogy szétrepesztje a későbbiekben. Ugye itt is problémát jelent ez, tehát következő a teendő, ugye lesöpörjük róla a havat. Lehetőleg az alján kezdjétek, és úgy, hogy ne menjen közé, és aztán pedig közüle is el kell távolítani. Ha tudjátok, akkor a lemez és a csövek közül is. És az egyik legfontosabb, itt az alsó része, ugyanis itt ugye rögzítve vannak a csövek, és itt abszolút nem tudnak elmozdulni. Még ugye itt azért valamennyi mozgás szabadságok azért van, amit látjátok, talán hajlik is elég szépen ez a vákumcső. Tehát erre nagyon ügyeljetek, mert egyéb esetben pórul járhattok, hiszen nagyon könnyen elrepedhetnek ezek a vákumcsövek. És abban a pillanatban, hogy megszűnik bennük a vákum, onnantól kezdve gyakorlatilag nem szigetelnek, és nem töltik be a funkciójukat. Honnan tudjátok, hogy elszökött belőle a vákum? Szerencsére ilyet most nem tudok nektek mutatni, de elmondom, hogy miről lehet felismerni. Ugye, amit látjátok, talán remélem, hogy látjátok a videón, itt egy ezüstös felület látszik, hogyha elrepett a cső és elszökött belőle a vákum, akkor ez kifeketedik. Tehát innen tudjátok, hogy megsérült a vákumcsövetek. Természetesen onnan is tudjátok, hogy megtelik vízzel, hogyha van benne víz, de mondjuk ilyen esetben, mint nekem is, hogy most le van víztelenítve, ilyen esetben másképp nem derül neki.